adni jó, tartja a mondás is, főleg akkor, ha megtehetjük, és olyanoknak tudunk örömet okozni, akinek szüksége van a segítségre. Az ünnepek körül sokkal adakozóbbak az emberek, azonban nem csak a karácsony és jeles alkalmakkor tehetjük meg azt, hogy segítsünk. Az adománygyűjtéseinket egész évben szervezzük, természetesen kiemelt időszak a karácsonyi időszak, de ugyanúgy lehetne említeni a év első felét is, a nyári időszakot is, és a év utolsó felét is. Folyamatosan várjuk az adományainkat, legyen szó tartós élelmiszerről, használt ruha, könyvadomány. Azt szoktuk mondani, hogy lakosságnak, amire már úgymond nincs szüksége, de még használható és nagyon szívesen felajánlaná, azokat mi is nagyon szívesen fogadjuk. Az ünnepi időszakban elkezdtük már az adománygyűjtési akciónkat. A Penny Markettel közösen ez már a második alkalom volt, amit sikerült megvalósítanunk. December 10-e és 11-e volt az a hétvége, amikor a gyűjtést bonyolítottuk, két munkatárs, illetve 4 önkéntes segítségével. Ez egy közösségi gyűjtés volt, aminek az volt a lényege, hogy mindenki csak egy kicsit tegyen a kosárba. És azt gondolom, hogy ez a második alkalom volt, tavaly évhez képest 3-szoros mennyiség gyűlt össze. A Magyar Vöröskereszt hajdunlanási területi szervezetének Dorogi utcán lévő irodájába bárki vihet kisebb-nagyobb adományokat, akár tartós élelmiszer formájában is. Kisebb adományokat, tartós élelmiszert bármikor tudunk fogadni. Nagyon sokszor előfordul, hogy hagyatékból visszamaradt, vagy hagyatékból maradt bútorokat szeretnének felajánlani családok részére. Ez egy kicsit nehézkes ennek az eljutása, hiszen sem a felajánló család nem tudja vállalni azt, hogy elszállítsa a kedvezményezetnek, és mi sem tudjuk ezt vállalni, illetve tárolási kapacitásunk sincs. Úgyhogy ez egy picit hosszasabb időt igényel, illetve ez mindig előzetes megbeszélést igényel, de a kisebb adományokat, azokat folyamatosan tudjuk fogadni az irodában. Az adományok gyűjtésében, szelektálásában és abban, hogy kinek is van a leginkább szüksége segítségre, önkéntesek vállalnak szerepet. Az adományainkat alapszervezeti titkáraink, önkénteseink segítségével juttatjuk el arra rászorulóknak, de talán fontosabb szerepük van a feltérképezésben. Észrevettük azt, hogy sokkal hamarabb, sokkal könnyebben eljutnak ezek a kérések hozzánk. A hajdonási területi szervezet 7 települést képez, úgyhogy nem csak Hajdunánáson, hanem a többi területhez tartozó településen is ugyanez érvényes, és nem lehetünk folyamatosan ott mindenhol, úgyhogy az önkénteseink azok, akikre hagyatkozunk, és ők segítenek ebben nekünk. A gyűjtésben is, az osztásban is, tehát a eljutásban is az erre rászorulóknak. Önkéntes kicsiktől a nagyokig bárki lehet. A hajdunánási területi szervezetnél is színes a paletta a korosztályokat tekintve, ami azért is jó, mert a különböző korcsoportok különböző helyeken tudják feltérképezni, hogy ki az, akinek segítségre van szüksége. Önkéntes bárki lehet, már óvodáskortól is akár, egészen 99 éves korig. Önkénteseinknek az életkora, azt tudom mondani, hogy színes, tehát minden korosztály előfordul nálunk, és azért is jó ez, mert minden önkéntesünk más munkában tud segíteni. Ez nyilván az életkorától is függ. Fiataljaink azok a oktatási intézményekben is szervezik a adománygyűjtéseket, az idősebb korosztály pedig már az ő saját lakóterületén, hogy esetleg, ha valaki segítségre szorul, akkor ők nagy feladatot látnak el abban, hogy eljusson hozzájuk az adomány. Az önkéntes véradás még mindig nagyon fontos. A meghirdetett véradó napokra bárki jelentkezhet, aki szeretne önkéntes véradó lenni, és megfelel a kritériumoknak, valamint nem beteg. A koronavírus járvány miatt ugyan picit szigorúbbak a szabályok, azonban így is tudták hozni a vált számokat. A tavalyi évet megjelent véradók számában
úgy gondolom, hogy jól zártuk, tehát a tervünket kis létszám híján, de sikerült teljesítenünk. Az idei évben szintén ugyan ennyi fővel tervezünk, és nyilván a cél a létszám emelése. A véredés feltételei nem változtak, ugyanaz, mint az előző évben. Mindig az országos tiszti főorvos határozza meg, hogy a véradásnak milyen komolyabb feltételei vannak. Nyilván amellett, hogy minden 18. életévét betöltött, az 50 kg testsúlyt meg kell, hogy haladja, egészségesnek kell éreznie magát, illetve a külföldön való tartózkodás után 14 napot szükséges várni a véradás jelentkezéséig. Nagyon fontos az is, hogy készüljenek a véradásra, ezt mindig el szoktuk mondani, és nagyon sok félreértést okozott a tavalyi évben is a hőmérsékletmérés. Ugye ez az első szűrő pont, ami a véradás helyszínére történő belépés előtt megtörténik. Tehát a 37,5 fokos hőemelkedés meghaladás az kizáró okot jelent.